Sziasztok! Ez a videó üzenet elsősorban Takács Borinak és Telek Zoltánnak szól, illetve mindenkinek, aki valamilyen szinten úgy gondolja, hogy Nagymarost meg kell menteni. Hát én nem tudom, beteg vagy fogyatékos, vagy nem tudom, hogy Nagymarost miért kell megmenteni. Én 20 évet laktam Nagymaroson, elég volt belőle, bőven, sok is, de folyamatosan meg akarták menteni Nagymarost. Maximum önmagától. És ezt a következő miatt mondom, nem érdekel, hogy ki mit gondol, nem érdekel, hogy ki hogy akad ki, nem érdekel, hogy ki milyen kommenteket ír, ki mit gondol és érez, az az ő dolga. Hál' Istennek én nem érzem azt, amit ő érez. Na, a következőről van szó, figyeljetek ide. Ugye biztos tudjátok, hogy a magyar utcában milyen voltak az üzletek, a francia pékség, a csokoládébolt és a kézműves fagylalt. Mindent felszámoltunk, mindent eladtunk, és elköltöztünk Nagymarosról. Ebben nekünk 7 év munkája és tervezése volt, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit ahogy most élünk, és végzünk, és dolgozunk, és a többi. Egyet fogadjatok el tőlem 20 év tapasztalata alapján. Tudjátok, én Pápán gyerekeskedtem, igazi, gyönyörű polgári kisváros, a szó nemes értelmében vett polgárok tanítottak engem, lokálpatrióta, csoda emberek, hálás vagyok nekik a mai napig. A családi házunk Zánkán volt a Balaton felvidéken, az volt a Sasfészek, illetve a nagyszüleim Budafokon laktak egy gyönyörű szép családi házban, tehát a budafoki svábok között. Én megismertem a budafoki svábokat gyerekként, mint egy nagyon pedáns, tisztességes, rendet szerető, a környezetüket ápoló, bár zárt és visszahúzódó közösség. Na most, amikor én Nagymarosra költöztem, akkor engem figyelmeztettek, hogy nagyon furcsa emberek laknak itt, különböző jelzőkkel illették őket. Most ezt nem szeretném mondani, mert aki tudja, tudja, aki nem, arra meg nem tartozik. És azt mondtam, hogy figyelj, hát nekem nem mondd ezt. Hát én Budafokról ismerem a svábokat. Hát nem ilyenek, mint amit itt hallok. Aztán beadtam a derekamat, hogy de olyanok. És most itt senkit, de senkit nem akarok bántani. Egyet szeretnék, hogyha elfogadnátok mindannyian. Itt kialakult egy zárt sváb közösség. Annak idején a Dunán megérkeztek, a magyaroknak az elhagyott házaiba beköltöztek, a telkeiket, fölbirtokaikat megkapták. Ez valamikor egy királyi birtok volt, gyümölcsössel, vadászati területtel, ez egy gyöngyszem volt valamikor. Ugye a gyümölcsösnek nyoma sincsen, a gyümölcsösök kivágásra kerültek, helyükbe nyaralókat építettek, és a többi. Hát ez történt, ezzel már nem lehet mit csinálni, de egyet fogadjatok el tőlem. Tudjátok, a mi családunk körülbelül 500 évre visszavezethető a Kárpát-medencébe. Anyai és apai ágon is. Apai ágon 3 nemesi vérvonal találkozott össze. És tudjátok, amikor engem elkezdtek gyütmentezni itt, én annyit mondtam, hogy figyelj ide, én a Kárpát-medencébe akárhova megyek, én a vérem szerint is itthon vagyok. És ahogy Maroson viselkedik a sváb közösség, én úgy látom, hogy ők Nagymaroson sincsenek itthon. Mert különben nem bizonygatnák, hogy a másik a gyütment. Kicsoda, én? Nyugodtan menjél föl a Google-ba, írd be a nevemet, megtalálod a címerünket. Tehát fogadjátok el, hogy Nagymaroson van egy megoldó képlet. Egy megoldó képlet, ami működik. Bűnbakkeresés, felelősségáthárítás, kikinek az ángyom, bingyom, bányoma. Nagymaros ettől működik, hogy így működik, ahogy mi gyűjtmentek, vicc, érted? Vicc, na, tehát...
Tehát, hogy így működik, ahogy működik. Gyerekek, van akinek ez működés, van akinek ez nem működés. De egyet fogadjál el, tehát ez a harmadik, amit fogadjál el. Nagy Maros, ilyen. Ha te a fejed tetejére állsz, ha te a lelkedet oda teszed tálcán, Nagy Maros, ilyen. Beköltöztél egy cseresznyefa alá, amiről látszólag te azt gondoltad, hogy ez egy cseresznyefa, mert olyan szép piros gyümölcsök voltak rá festve a fára, aztán a vackor hullik a fejedre. Nincs ezzel semmi baj. Csak fogadd el, hogy itt van egy település, amelyik nem akar változást, nem akar változtatni, neki így jó. Azt az időt, energiát, amit beleteszed Nagy Maros megmentésre, mitől akarod megmenteni Nagy Marost? Saját magától? Mert maximum ettől lehetne megmenteni. Fogadd el, engedd el ezt az egészet. Nagy Maros gyönyörű, lehetne. Nagy Maros virágos, lehetne. Nagy Maros franc tudja, milyen lehetne. De nem! Én is lehettem volna fotómodell, hogyha mondjuk 190 centi vagyok, meg 49 kiló, de nem az vagyok. Hát hagyjátok már abba ezt a cirkuszt komolyan, ami itt megy. És komolyan mondom nektek, ha nem tetszik, ha te ezt nem tudod elfogadni, hogy Nagy Maros ilyen, akkor abba rakd az energiádat, hogy költözz el. Nem egy ismerősöm költözött Nagy Marosra, majd 5-6 év után azt mondta, hogy Rita, ez pokoli, hát itt nem lehet élni. Összecsomagoltak, átmentek Verőcére, elmentek Zebegénybe, elmentek Szokolyára, és boldogok. Úgyhogy nem kell magadat feláldozni, itt nem kell senkit megmenteni. Nagy Maros! Ilyen, ezt vedd tudomásul. Senkit nem akartam bántani, senkit nem akartam megbántani. Én 20 évet éltem Nagy Maroson, bőven elég volt sok is. Nekem nagyon nehéz volt, ugyanis én egy olyan millióból jöttem, ahol a polgárság valóban polgárság, ahol az emberek segítik egymást, Balatonfelvidék, polgárság, pápa, és én egy olyan sváb közösséget ismertem meg Budafokon, amelyik más. Én ezt elfogadtam, tudomásul vettem, megtaláltam magamnak azt az életteret, ahol boldog vagyok, és élem az életemet. Kicsikét hosszú lett a videó, vagy meghallgatod, vagy nem, azt csinálsz vele, amit akarsz, Nagy Marost meg hagyjátok Nagy Marosnak lenni. Sziasztok!